Ide kellett volna hoznom a vizem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó hát egy ilyen Goodreads vs. Moj.hu videó lesz, de nem is annyira vs lesz igazából, csak így elmondom a véleményemet az egyikről, meg a másikról. Valami ilyesmi lesz, ilyen konkrét összecsapás nem lesz benne, szóval nem kell ilyesmire gondolni. Szóval nem kell ilyen nagyon nagy összehasonlításokra gondolni. Igazából én mindkét felületet párhuzamosan használom. Ezek szerint mind a kettő teljesen jó, mert mind a kettőnek megvannak azok a funkciói, amiket szeretek benne, és körülbelül most ezeket gyűjtöttem össze, és ezekről fogok beszélni. És akkor kezdem a Goodreads-zel, mert az legelső ilyen könyves platform, amit használtam, az a Goodreads volt valamikor 2015 vége, 16 eleje lehetett, amikor én felregisztráltam Goodreads-re. Nem tudom egyébként, mert nem Mojra, de mert akkor legelőször még magyarul olvastam, de mindegy. Tehát nekem akkor így a Goodreads volt valamiért az első. Igazából most már a Mojt valószínűleg gyakrabban használom. Nyilván azért is, mert nagyon sokszor a Moj, na, majd rátérünk, de csak így előzetesen, tehát például a videóimat Mojon meg tudom rendesen osztani Goodreads-en, meg így annyira nem vagyok annyira otthon az efféle funkcióban. Na igen, szóval Goodreads. Ugye a Goodreads az eleve az ilyen angol könyves platform, meg a külföldi könyves platform, szóval alapvetően sokkal több külföldi megjelenés van rajta, főleg angol könyvek, és valaki hazajött. Goodreads-en sokkal több az angol megjelenés, ami föl van töltve, és ez így igazából inkább az angol könyveknek van. Várjál, te most még mászkálsz? Ja, nem, behagyta a kulcsát. Egy funkció a Goodreads-ben, amit én például nagyon szeretek, és az például olyan nincs is, mármint nem olyan formában, de majd rátérek arra is. Szóval a Goodreads-en minden egyes év elején beállíthatja az ember, hogy az adott évben hány könyvet szeretne minimum elolvasni, tehát van egy ilyen Goodreads Reading Challenge. Ehhez egyébként minden évben szoktam egy összegzést is csinálni, szóval amikor elérem azt a könyvmennyiséget, elolvasott könyvmennyiséget, akkor elmondom, hogy miket olvastam el így a Goodreads Reading Challenge keretein belül a teljesítéshez. Ami idén még nem jött össze, úgyhogy majd így év végére körülbelül teljesítem azt a challenge-et, és akkor meg lesz a videó is róla. Na igen, ez az egyik, és akkor ott beállítja az ember, és ott egész évben számlálja a Goodreads, hogy hol tartasz, hány százaléknál, az ismerőseid, barátaidnak is mutatja, hogy ki hol tart, és írja azt is, hogy ahhoz, hogy teljesíteni tud, mit tudom én, hetente hány könyvet, vagy havonta hány könyvet kéne elolvasnod, igazából attól függ, hogy hogy állsz. Tehát nekem most talán azt írja, hogy két hetente egy könyvet kéne elolvasnom, hogy befejezzem év végéig. Tehát év végére számolja, amit tök szeretek. Goodreads-en ott van még például a Goodreads Choice Awards, ami szintén ugye Goodreads-es olyan könyvekből van, amik ilyen angol megjelenések általában is fönn vannak Goodreads-en, és akkor Goodreads-en a felhasználók tudnak szavazni mindenféle kategóriás könyvekre. Én általában Rick Riordanokra szoktam szavazni, nyilván, mert általában ezeket szoktam csak olvasni a jelöltek közül. Aztán van még egy olyan funkció Goodreads-en, amit nagyon szeretek, egyébként majd azt hiszem, ha eszembe jut, akkor teszek be róluk ilyen screenshotokat is. Év vége felé már rá tud menni az ember, de amúgy is évközben is meg tudja nézni, van egy ilyen éves összegző, ahol így tök szépen mindegy el van rendezve, jó nézegetni. Az évben olvasott átlag értékelést kiírja, melyik volt a leghosszabb könyv, a legrövidebb könyv, a legnépszerűbb, a legkevésbé népszerűbb könyv, népszerű könyv, és akkor utána listázza a könyveket, egy-egy értékeléseket, csak ilyen kis bókás mindegy, tehát ez így tetszik nekem benne. Amit a Goodreads-ban még szeretek, hogy minden kiadás egy helyen van, tehát hogyha egy könyvnek van 6 féle különböző nyelvű kiadása, azt is egy helyre pakolja be, tehát az úgy egy könyv egy helyen van, és akkor ott át lehet állítani a kiadást, mert például Mojon több különböző nyelvű kiadások különböző könyvként jelennek meg,
és bár a Goodreads is külön könyvnek számolja, külön olvasásnak, az ott úgy egy helyen van. Ha ez így értető, hogy mire akarok gondolni. Tehát a könyvnek az értékelésénél is összevonja az összes kiadás és nyelv, különböző nyelvű kiadás értékelését, és úgy lesz egy összegzett értékelése a könyvnek. Na igen, mert nekem például a Moiból ez kicsit hiányzik, hogy, vagy hát nem is az, hogy hiányzik, csak ugye, hogyha valamit én angolul értékelek, az ugye a magyar értékelésben nem számít bele. De mivel angolul olvasom, azért az angol könyvet fogom értékelni, mert onnál van ott, hogy olvassam. Másik még a statisztika, mert Goodreadsen, ami könyvek föl vannak vívve ilyen-olyan évszámokhoz, akkor olyan jó statisztika van hozzájuk, mert egy egymás alatt listázza az éveket, hogy hány könyvet olvastál az adott évben, hány oldalt olvastál az adott évben, meg vannak ilyen diagramosak is, hogy melyik évben olvastad, melyik évben lett kiadva, csak jól néznek ki, és én szeretem az ilyen statisztikákat nézegetni egyébként, nekem ez csak azért így jó pont vagy plusz pont Goodreadsen, akkor azt hiszem most van már egy olyan is, hogy így havonta lebontja, hogy melyik hónapban mennyi könyvet és hány oldalt olvastál, úgyhogy azokat úgy tök jó nézegetni számomra, mert szeretem a statisztikákat nézegetni, a saját statisztikáimat. Másokét nem, mert mások általában többet olvasnak nálam. Vannak hírlevelek, meg hogyha bejelöli az ember, hogy mik a kedvenc műfajai, ahhoz is kap külön ajánlást, minden könyvnél van külön ajánlás, de ez igazából Mojon is megtalálható. Ami kicsit, nem tudom, a Goodreadsben nekem úgy rosszabb, hogy a könyvek besorolásait, tehát hogy milyen címkéket teszünk rá, az jobban így a Goodreads felhasználóktól függ, tehát Mojon például megvannak a címkék, azokból a legtöbbet ugye ellenőrzik és ráteszik, és ellenőrzik, és ott jobbak talán a címkézések, mert Goodreadsen néha vannak elég furcsa címkézések. Nyilván a Goodreadset akkor érdemesebb használni, hogyha valaki tényleg olvas angolul is, vagy többet olvas angolul, mert igen, ott sokkal jobban vannak ezek az angol megjelenések, és vannak magyar könyvek, amik abszolút fönn sincsenek, és Goodreadsen sokkal bonyolultabb fölvinni új könyvet, vagy új kiadást nem is tudom, hogy lehet fölvinni egyébként. Bár azt hiszem egyszer csináltam, de mindegy, bonyolult és macerásabb, mint Mojon. Szóval azt annyira nem szeretem. Szóval, hogyha valami nincs fönn Goodreadsen, azt el se olvasom, mert nem tudom beszámítatni a challenge-embe. Nem igaz egyébként, akkor inkább fölviszem. Akkor térjünk át a Moj.hu-ra. A Mojt így kicsit úgy érzem, hogy kicsit közösségibb felület talán, tehát hogy már ilyen Facebook szintű dologba is így át lehetne kategorizálni, mert ugye lehet egymásnak üzenni, lehet egymást követni, figyelni, barátkozni. Van egy csomó kihívás, van egy csomó zóna mindenféle témáról, mindenféle témában lehet beszélgetni. Nyilván ugye Mojon föl van az összes magyar kiadó, föl kerül az összes magyar megjelenés, szóval, hogyha valaki magyarul olvas, egyértelműen jó dolog azt használni, meg értelemszerűbb és sokkal egyszerűbb a magyar könyveket, meg a magyar könyves szférában mozogni Moj.hu-n keresztül. Igen, azt említettem, hogy a címkézés pontosabb. Könyveknél a szűrési funkciók azok talán annyira nem sokféle, mint Goodreadsen. Goodreadsen elég sokféleképpen lehet a könyveket rendezni, tehát van ilyen, hogy átlagos értékelés, vagy értékelés szerint, oldalszám szerint, megjelenés éve, a kiadás éve, amit tudom én, tele van, tehát hogyha valaki lenyitja a listát a könyveinél, akkor ott van 6 millióféle rendezési szempont. És azt most találtam meg, nem ám akkor, amikor kellett volna a hosszú, rövid könyves videómhoz, de nem baj, elfelejtjük, hogy ilyen béna vagyok. Mojon ugye vannak ezek a kihívások, amikért plecsniket lehet szerezni, ami így... Először úgy voltam, hogy ez engem nem érdekel, aztán így szép fokozatosan rájöttem, hogy ez olyan kis mókás dolog, hogy mit tudom én, ha van egy könyv, és akkor annak az elolvasásáért jár egy plecsni, akkor az milyen jó már, hogy feljelentkezik az ember, azt annyit csinál, hogy ír hozzá egy értékelést, és kap egy plecsnit, és az ott van, és így... Nem tudom, ez valamiért így... Igen, nálam is betalál. Aztán ugye Mojon van egy csomó zóna. Goodreadsen is vannak csoportok, azokat még nem tudom, hogyan kéne meg mi szerint használni, de ahogy nézegettem, talán Mojon sokkal egyszerűbb ezeknek a használata. Én úgy vettem észre, hogy sokkal jobb. Mert ugye Mojon vannak a zónák, és mindenféle zóna van, de tényleg, tehát hogy így amit csak az ember találni akar, amiről csak az ember beszélni szeretne ilyen könyves témákban, de akár még nem könyvesben is, mert vannak nem könyves zónák is,
tényleg bármiről lehet, és akkor hát egy csomó emberrel lehet beszélgetni, meg minden, szóval az tök jó. Az előbb eszembe jutott valami, és most elfelejtettem. Ja, igen. Jó, oké, most tudom, mit akartam. Jó, én például Mojon, a Moj vlogolók zónát, igen, Moj vlogolók zónát, azt nagyon sokat használom, tekintve, hogy ugye az arra van, hogy meg lehessen osztani könyves videókat. Én booktuber vagyok, szóval azt odaosztom meg általában egyik helyszínként a videóimat. Ugye mind a két helyen lehet értékelni a könyveket, csillagozni a könyveket, Mojon vannak félcsillagok is, Goodreadsen egész csillagok vannak, lehet egymásnak ott lájkolgatni, kommentelni, mások cuccaira reagálni, polcokat lehet mindkét helyen létrehozni, meg ilyesmi. De egyébként tényleg tök szeretem mindkét felületet, és a legjobb mind a kettőben egyébként az, hogy nyomon tudom követni az olvasásaimat, mert ugye fölviszem, az ott fönt van, csak bejelölöm, hogy éppen olvasom, és tök jó, és ott van, és megjegyzi nekem, mert én egyébként olyan gyorsan és könnyen elfelejteném, hogy mit olvastam. Néha aranyhal memóriám van, amúgy meg vannak dolgok, amik így örökre beleégtek az emlékezetembe, de ilyen tök random és lényegtelen dolgok, de azokra tutira emlékezni fogok 10 év múlva is. Egyébként a Mojban, ami most már talán azért is mentem át jobban a Mojra, mert egyrészt ott az Bootyub miatt ugye sokkal többet mozgok, meg a magyar könyvekre sokkal jobban így értelme van, meg ott a könyvekre értelme van sokkal jobban nekem. Így mi az értékelést írnom, meg ugye ott akkor ugye a YouTube miatt ott is lehet engem követni, és akkor ott rendesen lehet látni a tevékenységemet, de mégis magyar felület az egész, és nem angol. És amúgy valamennyivel talán könnyebb kezelni Mojon a könyveket, mint Goodreadsen. Mert most is pont néztem valamelyik listámat Goodreadsen, és ugye be lehet szkennelni a könyveket Goodreadsen, és akkor beírja, hogy földobja neked egyből azt a könyvet a vonalkód alapján, és be tudod jelölni, hogy olvasod, elolvastad ilyenek, de olyankor valamiért duplikálja az egészet, és van egy csomó könyv a várólistámon Goodreadsen, amit már elolvastam, csak nem azt a kiadást olvastam, amit föltettem várólistára, és valamiért nem törli őket. Mindegy, bonyolult, és ezt nem szeretem a Goodreadsben. Mojon meg csak oda megyek, bejelölöm, hogy olvasom, és ennyi. És most már kiadást is lehet tök jól társítani, meg ilyenek, úgyhogy... Ja, de egyébként tényleg mind a kettő fölött tök jó és tök hasznos, és én tök szeretem őket használni. Főleg tényleg ezért, hogy nyomon tudom követni, hogy mennyit olvasok. És azt hiszem Mojra akartam még annyit, ugye, hogy Goodreadsen vannak ezek az oldalszám statisztikák, Mojon is van egyébként, tehát ott is mutatja, hogy mennyit olvastál az adott évben, könyv meg oldalszám szerint, megmutatja, hogy mennyi várható, meg ilyen kalkulálásokat is végez. Viszont ugye Mojon a kihívásokért kapjuk a plecsniket, és vannak ilyen Mojos plecsnik is, ugye, és akkor arra is van ilyen, hogy már elolvastál 5000 oldalt az évben, már elolvastál 10000 oldalt, tehát vannak ilyenek is. Szóval azt is így lehet nézegetni. Ja, körülbelül akkor ennyi lenne ez a videó. Ez volt a nagy összehasonlítás, nem akartam én nagyon semmilyen izét a végére, konklúziót, hogy melyiket szeretem jobban, mert tényleg mind a kettőt szeretem használni, és mind a kettőt használom aktívan. Annyi, hogy a Mojt jelen pillanatban kicsit többet használom a Goodreadsnél. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!